Folytassuk tehát ott, ahol az előző videóban abba hagytuk, ugye fölépítettük az első Hello World alkalmazásunkat, és a felhasználói felületet kódból hoztuk létre. Mindezt azért tettük, hogy lássuk, hogy így is lehet, de igazándiból nem ez a célra vezető, az a alapvető ökölszabály ma már, hogy a felhasználói felület kódja amennyire csak lehet választódjon el az alkalmazásunk logikájától, üzleti logikájától. Ezért mi most megnézzük, hogy hogyan lehet ugyanezt a UI-t fölépíteni egy UI leíró XML állomány segítségével. Tehát egy nagy gyomlálással kezdünk, szépen kitörlünk innen mindent. Így ugye? Ezt szereti a programozó, amikor egy nagy üres fehér képernyő előtt ül szinte, és újrakezdheti a programkódját. A layoutot, ugye a resources mappán belüli layout almapába kell elhelyezni, konvenció szerint. Adjunk hozzá most new item nyomógomb segítségével egy Android layoutot a projektünkhöz. Main layout legyen a neve, és mindjárt létrehozza a rendszer. Itt is vagyunk, ha ráklikkelünk, akkor lehet látni, hogy van egy lineár layoutunk, tehát ezt már a rendszer elkészítette nekünk. Nézzük meg a forrást, ugye az orientációja vertikál, és akkor layout width és height property, azok ugye fill parent, ez most nekünk teljesen tökéletes. Menjünk vissza a design nézetbe, és vegyünk ki most egy text view-t, ugye ez volt a címkénk. Text view, itt van többféle fajta, ugye ez a szövegnek a méretét fogja állítani, én most kihúzom a legegyszerűbbet, és ide áthúzom. Nagyon jó. Nézzük meg, hogy mi történik a forrásnézetbe. Hozzáadta a linear layouthoz, ugye a text view-t, beállított minimum szélességet és magasságot, ezt én most innen ki is fogom gyomlálni. Nem kell. Text view, itt van a szövegértéke, amelyet mi mindjárt be fogunk állítani, ami megszokott értékünkre, valamint a ID-je, ami ide alulra került. Minden ilyen UI elemnek lehet adni ID-t, aminek a szövege, tehát ugye, hogy hogyan is lehet ID-t szövegesen megadni, a következő kukac plusz ID és perjel mellett olvasható az ID. Jó. Nek a szöveges része hello label text lesz az azonosító, a plusz jellel mondjuk meg, hogy új azonosítót generáljon hozzá. Tehát a hello label text értéke tudunk majd erre az ID-re hivatkozni. Mentsünk egyet, és még állítjuk be a text értéket is, ugye az ne text legyen, hanem már ki is lehet találni, kukac, string, per, hello label text. Hello label text. Így. Design nézetben, ha visszajövünk, már is megjelenik a hello label textnek az értéke. Visszajövök forrás nézetbe, és akkor most ezt a kettő dolgot mutatnám meg, hogy hol hozza létre az azonosítókat a rendszer, mert nagyon fontos, hogy ezeket megértsük. Ugye a stringet már megnéztük, a stringet, azt itt hoztuk létre a values, string XML, itt van a hello label text, ugye name és value értéke, a maga a string tartalma pedig itt látható a string tagek között. Jó. Elvileg az ID-t létrehozta a rendszer, ez pedig itt a Resource Designerben látható, nem látható, frissítünk. Így van.
ID, ugye létrehoztunk egy új ID-t, és itt van a hivatkozásunk, hogy hello label text, melynek az értéke itt olvasható, ezt generálta hozzá a rendszer. Jó? Tehát ezek nagyon fontosak, tehát így lehet ID-t generálni ehhez a nézethez. Ez azért kell, hogy majd a kód nézetbe el tudjuk érni ezt a UI elemet. Jó? A végére pedig hozzunk létre egy buttont. Button. Klatty. Megkaptuk. Forrásnézet. Ugye itt is van egy, ide is fogunk kérni egy ID-t, ami legyen egy button. Ilyen néven fogunk rá hivatkozni. Itt látom, hogy elhibáztam, mert ide beírtam a Hello Label-höz a textet. Ezt kitöröm. A buttonnál pedig Fill Parent, Wrap Content, ugye az elrendezés vezérlőnek szól, ezek megfelelőek, és még neki is van egy, ugye, egy text értéke, amely legyen string per hello button text. Mentsünk, nézzük meg, és már is látható, hogy itt van a say hello felirat, tehát összeraktuk így vizuálisan a UI-t, igazándiból ugye ezt az XML állományt szerkesztettük. Nagyon fontos, hogy tudni kell olvasni, és persze hát azért írni is ezt az XML állományt. Nagyon jó ez a vizuális tervező, de azt gondolom, hogy sokszor sokkal gyorsabban elérjük a célunkat, ha a forrás nézetet használjuk. Jó, menjünk vissza a main activity-be, és hozzuk létre a UI-t, most már egy másik megoldással. Tehát most a legfontosabb dolog az, hogy amikor az ősnek az onCreate metódusát meghívtuk, hozzuk létre a UI-t, tehát meg kell hívni a set content view metódust, és a resource layout osztályt, ezen belül pedig, ugye itt van a main layout. Azért jön ez létre, mert a layout mappán belül van egy main layout XML-ünk. Ezzel átadtuk az XML állományt ennek az activity-nek. Ezután ki kell keresnünk ebből a layoutból a buttont és a text view-t, hogy ugye ugyanazt a kódot létre tudjuk hozni, mint az előző példánkban. Ezt a következőképpen lehet megtenni, ugye változó, egy button, és ami most jön, az a következő, hogy this, tehát ennek a kontextusnak, az activity-nek a view hierarchiájába keressünk meg egy view-t, az ID-ja alapján tudjuk előre a típusát, hogy button, és tudjuk az ID-jét is, hogy resource, ID, és a button. Szépen itt ez a változó fogja tartalmazni a mi buttonunket. Ezután kivesszük a labelünket is, a címkénket, this, ez fontos, ugye, hogy ennek az activity-nek a kontextusába keresünk egy UI elemet, ami egy text view lesz, és átadjuk, ugye, a text view-nak az ID-jét, hogy hello label. Jó. Igazándiból a buttonon is meg lehet hívni a find view by ID metódust, tehát azon belül is kereshetnénk egy view-t, ugye ez egy hierarchikus rendszer, majd erről megint később beszélünk, de fontos megérteni, én azért teszem ki a this kulcs szót, hogy most az activity-nek a vizuális fájánba keresünk, hiszen itt adtuk át neki a content view-t. Tehát ebbe a main layoutba keresünk most ebbe az esetbe.
Jó, megvan ez a két view elemünk, és akkor most a buttonre, hát meg lehetne nézni, hogy nem null-e, de hát nem lesz null, tudjuk. Feliratkozunk rá szépen a klik eseményre, lambda kifejezés, anonymous metódus, szépen, és a text lesz a, ugye ezt sem így fogjuk csinálni, már megszoktam, hogy set text, és akkor resource, string, és hello button click text lesz az, amit ide beteszünk. Lehet látni, hogy mennyivel tisztább a kép, tehát az a logika, amit ugye igazándiból leprogramoztunk, az nagyon szépen látszik, igazándiból egy sor kódba össze lehetne ezt húzni, és a felhasználói felületet leíró kódrészek pedig megint csak nagyon kultúráltan egy main layout XML-be találhatóak, és megint csak ugye arra tudunk koncentrálni, amit ugye szeretnénk csinálni, tehát hogyha a UI-t szerkeszteni, akkor a UI kóddal szeretnénk foglalkozni. Nem jó, hogyha a kettő összekeveredik. Na, nézzük meg, hogy mennyire sikerült ez az alkalmazás, így áttervezve. Indul a fordítás, ilyenkor mindig egy picikét az ember gyomra összerándul, hogy valóban fog-e ez sikerülni, megjelenik-e az emulátorban a mi kis alkalmazásunk. Igen, valami történik. Hát, hogyha minden igaz, akkor ugyanaz fogjuk kapni, mint eddig. Say hello, hello Xamarin.android. Hello from the button. Megérkezett az üzenet. Ugye az eredeti Xamarinos projektbe itt számolgatnánk a klikkeléseknek a számát, de én most ettől eltekintek. Azt gondolom, hogy nagyon szépen összefoglaltuk az androidos alkalmazás fejlesztésnek az alap köveit, pilléreit áttekintettük. Még egyszer ki szeretném emelni, hogy ugye hogyan lehet a UI elemeknek azonosítót adni, kukat, plusz ID, per, és utána ugye a szöveg, amivel tudunk hivatkozni rá. Ebből a szövegrészből találja ki az Android parser, hogy igen, ez egy erőforrás, amihez egy ID-t kell neki generálnia a resource állományba. Itt pedig ugye azt fogja tudni, hogy a kukac string, azaz a value string XML-be elhelyezett hello label text értékű, tehát kulcsú elemnek az értékét kell ide behelyettesítenie, és a designer van olyan intelligens, hogy szépen azt is jeleníti meg. Ezek után most már csak az maradt hátra, hogy egy pici elmélettel az egyes résztudásainkat összekapcsoljuk, hogy letisztuljon a kép, és már tényleg jöhetnek a komolyabb, összetettebb alkalmazások a Xamarin.android rendszerében.